és az összhangolódó mellett nekem. Most Lorán önéletrajzában olvastak. Munkáimban a körülöttem lévő környezetet, a magyar városokat, tájakat, embereket, utazásaimat, az élet misztikumát jelenítem meg. Az poetikám, úgy látom, hogy korunk nagyon legyújtatott, nagyon kimondott, nagyon materiális és nagyon zajos. Amit én környezetemben keresek és munkáimmal megmutatom, az a kimondatlan, a csendes, a sejtelmes, a misztikus. Először is szeretném megköszönni a lehetőségnek, a kórus tagjainak, a vendégeknek, hogy itt lehetek, időt töltöttek, időt szakítottak arra, hogy megnézzék a munkáimat. A képeket, hogyha megnézzük az emberek, egyébként az alapján nagyon sok mindent megtudnak rólam. Annyit mondhatnék, hogy nagyon röviden, hogy Baján élek. Már több mint 11 éve, és szeretem ezt az egész környezetet, ezt az egész milliót, szeretem a Dunát, ugye a dunamenti embereket, mert ezek a dunamenti emberek, ezek mindig befogadóbbak, nyitottabbak, nyitott szívvel, nyitott lélekkel állnak a messziről jövőhöz is, ugye, mint amilyen én vagyok, de és nagyon hamar megtaláltam ezt a helyet, és ugye otthonomnak tekintem. De egy nagyon röviden csak a munkáimról, tehát többféle munkámat hoztam el ide, 19 munkám látható. Elsősorban egy csipetnyi van így az utazásaimból. Jövök, megyek, mindig művésztelepekre járok, és ott dolgozom. Számomra a festészet meg a képzőművészettel a foglalkozás az olyasmi, mint hogyha mit tudom én, most főzünk egy halat, festünk egy képet, iszunk egy bort, tehát hallgatunk egy jó zenét hozzá, egy kis klasszikus zene, egy kis blues zene. Tehát ezek mind együtt vannak, és leírják, körbeérnek az én életembe, az én milliómbe. Itt a hátam mögött, ami képek látható, akit most látható, pont egy ilyen vörösboros kollázskép, ugye mellette pedig szintén egy ilyen Budapest utcarészlet, tehát tematikában ezért mondtam, hogy nagyon változó a festmények. De láthatóak itt Český Krumlovba festett, ugye az Egon Schiele alapítványnál voltam kint, és ott készítettem egy pár munkát, azok a munkáim. De az erdélyi művésztelepen festett képeim is láthatóak. Beránka szigetén festett képeim, Sugovicára leült, Sugó partjára leültem megnézni egy kis gyökeret, egy kis követ, egy tükröződést, és azt dolgoztam fel. De akár Budapest utcán is félreállok, egy kicsit pici vázatot ott elkészítek az egyik sarokba, és akkor otthon ugye megfestem. Hát természetesen. Tehát ezeket a képeket is úgy, hogyha megnézzük, tehát az abstrakció is benne van, tehát nyitottak a képek. Tehát nyitottak a képeim, nyitottak a munkáim, tehát ez azt jelenti, hogy nem kötöm meg az embereknek a gondolkodását. Kicsit arra törekszem, hogy olyasmi legyen azért egy kép, mint egy vicc. A végét nem mondom meg. Aztán vagy értik, vagy valakik be tudja ezt fogadni, vagy nem. Hogyha megnézik egyébként a munkáimat, akkor láthatóak rajta, látható belőle, hogy egyébként egy optimista ember vagyok, és egy elég vidám életfelfogással. Hát ilyen vagyok. Ilyen vagyok, ezt ábrázolom. Kedvencem a vörösbor, ugye? Kedvencem, szeretek kávézni is, de szeretem a zöld almát is. Tehát ezek úgy mondom, mind életből vett jelenetek. Tehát a mindennapi életemet festem, ami velem történik, ami velem, amivel találkozom, amit látok, és
Tehát a festészet mindig azt szoktam mondani, hogy az nem a tetszik és nem tetszik ennek a kérdésében merül ki. Ugye sokan ezzel le tudják, hogy na, ez tetszik ez a kép? Nem. Igen? Nem. Igen. Hát jó, ez egy dolog. Hanem mindig azt is, arról is szoktam az emberekről beszélni, hogy igen, de miért? Tehát mindig a miértjét keresem. És én is, tehát egy képnek a megfestésénél ugye úgy állok hozzá, hogy most miért is akarom ezt a képet megfesteni? Mit akarok ezzel? Akarok-e valamit mondani? Nem biztos, hogy nagy dolgokat nem akarok egyébként sem mondani ezekkel a munkákkal, de arra kérek egyébként mindenkit, hogy szakítsanak rá egy percet ebbe a rohanó világba, ebbe a nagy összevisszaságba, ebbe a vízöntő korszakba, ugye, szakítsanak egy pillanatot és nézzenek meg egy jó festményt, igyanak hozzá egy pohár bort, és hallgassanak egy jó zenét.